Szevasztok srácok, én Ádám vagyok, és el is érkeztünk a következő videóhoz, amiben nem lesz más a téma, mint a DVD gyűjteményem, amiket ezen két polcon láthattok, amik már jó porosak is. Mielőtt elkezdeném bemutatni, azt kell tudni, hogy legtöbb film az képregényfilm, ami megvan, valamint olyan régebbi filmek, amiket nagyon szerettem, Disney filmek, meg ehhez hasonló mainstream filmek, meg van egy-kettő, amit most azért mostanában szereztem be, a Christopher Nolan-es gyűjtemény, Dunkirk, ezek. Tehát van azért egy jó pár új film is, de a legtöbb, ami kint van, azok még a régebbi időből származnak, de úgy gondoltam, hogy nekem azok annyit megérnek, hogy ide kirakjam őket. Nem tudom, tudjátok-e, de egyébként szeretnék egy minél nagyobb DVD gyűjteményt, ami egy ideig jól ment, most egy jó ideje már szünetel, úgyhogy már nem sokára fogok rendelni egy pár DVD-t, de nem is húznám a szót tovább, úgyhogy szerintem kezdjünk is bele. No hát srácok, itt is lennék, szevasztok, itt leszek a kamera mögött, és akkor így nem tudom, hogy hogyan, szerintem így végigmegyek szép lassan a filmeken, nem tudom, hogy milyen hosszú lesz, majd meglátjuk. Egyébként itt van a sarokban egy 2 forintos, ez nem tudom, hogy hogyan kerül ide. Na mindegy, nézzük a DVD-ket. Itt van az elején a leges-leges legnagyobb büszkeségem, a Christopher Nolan-es DVD gyűjteményem. Erről igazából annyit kell csak tudni, hogy 6, itt így néz ki egyébként előről, 6 darab film van benne. Eredet a kedvenc filmem Csillagok között, tökéletes trükk Batman trilógia, meg egy ilyen kis papír a filmekről, hátulja az így néz ki, olyan nincsen semmi. Ezt egyébként a Tesco-ban találtam, és nagyon megérős volt, ugyanis azt hiszem 2000 forint volt, vagy még annyi se, tehát ha meg egyszer rajongó vagyok, akkor ezt muszáj. Úgyhogy én ennek mind a mai napig nagyon örülök, ezt most nem gyűröm oda-vissza a többi közé. Nézzük a következőt, ez itt a Dunkirk. Tavalyi film, talán ezért kap Christopher Nolan és Hans Zimmer egy Oscart, én örülnék neki. Egyébként közben itt elnézést az élességállítgatásokért, de ezt szerintem most csak így lehetne megcsinálni. Nem tudok mit mondani róla, zseniális srácok. Következő film, Lego Batman, tavaly januári, vicces, család is nézheti, de felnőtteknek is van benne vicc, úgyhogy szerintem megéri mindenképpen az árát. Acélember, innen kezdődik nekem egyébként a DC Comics gyűjteményem, a Batmantől. Itt van az Acélember. A DC filmes univerzumban eddig nincsen túl sok film. Meg, ugyanis már van egy jó pár, de azokból csak egy-kettő van meg. Így néz ki az egész. Sokan szapulják ezt a filmet, mert hogy rossz lett, sokan dicsérik, hogy jó lett, nem tudom, szerintem egyébként nem lett annyira rossz. A kezdő filmnek szerintem egyáltalán nem volt rossz. És akkor jöjjön a DC Comics büszkesége, az univerzum büszkesége, Wonder Woman. Egyébként ennek nagyon tetszik a borítója. Elképesztő jól néz ki szerintem, srácok. Tetszik ez a sárgás háttér, meg ez a vöröses itt alul. Ugye van rajta extra, Diana a modern világban. Érdekes egyébként, meg vannak ilyen kulissza mögötti videók is. És elképesztően jó ez a film. És én annó a moziban néztem a magyarul, és angolul, elképesztő, hogy mennyivel jobban. Jobban adja a film. Superman, ez egy nem tudom, 70-es évekbeli rajzfilm sorozat. Most meg nem mondom nektek, srácok, 4:3-as képarányú. Azt hiszem, hogy ez a 70-es években ment a tévébe, meg ilyesmi. Elképesztő régi, még majdnem, hogy fekete-fehér az egész. Itt van benne Superman és Clark Kent. Őszintén megmondom, hogy nem láttam egyszer se, de majd valamikor megnézem, rászánom magam. Mert már egy jó párszor rászántam magam, de nem volt hozzá elég erőm, hogy meg is csináljam. És akkor srácok, ez itt a Marvel-es szekció innentől. Ez itt kérlek szépen a
Vasember trilógia. Ugye Vasember 1, a Marvel filmes univerzumok atya, első filmje. Akkor ezután jön a Vasember 2. És egyébként nekem a filmek azok így tetszés szerint úgy jönnének sorba, hogy 3-2-1. Sokan azt mondják, hogy a 3 nem lett olyan jó, mert hogy ő, Mandarin, el lett cseszve, de ő nem az a képregénybeli Mandarin. Tehát ez egy teljesen független karakter, és nekem nagyon tetszik ez a film is. Akkor következő Marveles filmünk, Thor 1 és 2. A Ragnarököt majd valamikor megveszem, nem tudom, hogy megjelente, de azt hiszem, hogy már megjelent DVD-n. Ezek is egyébként egy csomó filmem a Tesco-ból van, mert ott van egy csomó DVD-s polc, és ezen vannak ilyen kis egybe dolgok, és az a vicc, hogy amikor megvettem a Vasember trilógiát, utána rá egy hétre mentem el a Tesco-ba, és akkor pedig meg már ott volt ilyen egész egy dobozos gyűjteményben, nem külön. Meg például ez az Amerika Kapitány trilógia is. Ugye ez az Amerika Kapitány, mint ugye olvashatjátok és láthatjátok, ez az első rész, az első bosszúálló. Őszintén megmondom, hogy nekem annyira nem áll a szívemhez közel Amerika Kapitány, az Amerika Kapitány filmek, de szeretem őket, és annyira gyakran nem is nézem meg őket, de ha megnézem, akkor viszont jó. De amúgy inkább, ha két Marvel film közül választhatnék, és az egyik meg lenne adva, hogy ez, akkor inkább mást választanék. Na, elnézést kérek, srácok, csak itt összeburult az összes DVD-m. Akkor Polgárháború. Elképesztő jó. Ezt az Amerika Kapitány filmet szeretem, ami egyébként szerintem igazából inkább egy bosszúállók film, de kinek mi. Nagyon jó volt ez a film, srácok. Akkor következő Marvel film, Doctor Strange. Imádom, elképesztő jó. Azt mondják, hogy Vasember kopi, ami így is van, de annak meg túl jó kopi. Tehát imádom. Még moziba láttam szinte az összeset, mondjuk. Engem ott, akkor és még most is lenyűgöz ez a film, ugyanis a látvány az elképesztő. És jöjjön az egyetlen olyan Marvel film, amit nem láttam, és nem is szeretnék még mindig megnézni, ez pedig a Hangya. Hallottam róla hideget, meleget, és én inkább jobban hinnék a rossz kritikáknak. Meg alapból nekem nem tetszik ez a hős, hogy a hangya, hogy növekszik, meg összemegy, meg minden. Úgyhogy hát majd meglátjuk, hogy milyen lesz a hangya és a darázs. Arra ugye úgy is elmegyek, de akkor azelőtt meg kell néznem a filmet, mert akkor nem értek sok mindent. Jöjjön a következő két filmünk. A Bosszúállók 1. Marvel filmeknek talán a legjobb, Marvel filmek közül talán a legjobb, az első nagy szabású mozi. Annó ez volt talán a legdrágább képregényfilm, amikor készült 2012-ben. Meg is értem. Szép, látványos. A sztori az olyan oké, de a karakterek a lényegek igazából. Marvel filmekben úgy sincs sose jó gonosz. Ezt most jól megmondtam, mindegy. Bosszúállók 2, Ultron kora. Olyan szinten várom egyébként, srácok, a Bosszúállók 3-at. Vagyis, hogy a... mi a címe? Most de hülye vagyok. Infinity War. Végtelen háború. Most egy pillanatra elfelejtettem. Galaxis őrzői. Imádom. Vicces. Nagyon eredeti Marvel. Tiszta Marvel az egész egyébként. Már a borítóról egyébként szerintem Larry ezen kívül. Hogyha ezt nem látnátok, hogy Marvel logó, szerintem ez alapján már meg lehetne mondani, hogy ez egy Marvel film. Akkor jön a Galaxis őrzői 2, ami ugye tavalyi film, srácok. Viccesebb egy picit, nem, viccesebbnek nem viccesebb, mint az első film. Komolyabbnak picit komolyabb, de tartja az első filmnek a vicc faktorát, tehát ezt nagyon becsülöm benne. Egyébként elnézést kérek, hogyha itt közben löködöm a kamerát.
meg a mikrofont, meg ilyesmi, mert itt állok a kamera mögött. Na, íme egy újabb szerzemény, amit mostanában vettem meg, ugyanis januárban megnéztem az volt osztálytársaimmal a Deadpoolt, és ezt most megvettem januárban. Hát már azóta egy jó párszor meg lett nézve, hát ez elképesztő, hogy mennyire vicces ez a film, és ami tetszik, hogy itt a háttéren a dolgok a filmről úgy vannak leírva, mintha képregény lenne, meg itt van egy harmadik fal áttörés is. Aki nem tudja, hogy mi az a harmadik fal áttörés, az csak Deadpool tudja megcsinálni, hogy az olvasóhoz beszél. És ezért több képregény karakter pszichopatának is gondolta, mert néha volt, hogy a falnak beszélt, amit igazából a néző felé, vagyis hogy az olvasó felé irányított.